Buda városába, vitéz jó vajdályok, János hívására. Szépen összegyűlvén királyra szavazni, háromszor az égbe koronát feldobni. Háromszor repült az korona az égbe, háromszor is szállt az bátyás szép fejére. Így lett az országnak jó vitéz vezére, így lett az magyarnak dicső fejedelme. Milyen király volt ő, íme bizonysága, igaz tetteinek szép históriája. Dúsan terített asztal várt a Budán, vízkereszt napján a meghívott vendégsereget. Ez a nap, nagy boldogasszony habának 6. napja, a napkeleti bölcsek ünnepe, kik elsőnek vivének ajándékot a kis Jézusnak. Ahogyan az lenni szokott, e napon mindenütt a keresztény világban, királyi palotában vagy jobbágyportán, megajándékozták egymást az emberek. Nagy jó uraim, íme az első ajándékom. Egy fakanál. Hű jobbágyunk kedvessége, törvénye vagyon-e kanál, az illendőség és a szerénység törvénye. Én már megtanultam-e törvényt még a múlt nyáron e juhász vendégeként. Kérlek, jó szolgán, tanítsd meg ezen törvényekre az én nemes uraimat. Hé, kutyafattya! Ne nyúlj a tálba elsőnek, uram, mindig csak a többivel egyszerre. Ez az illendőség törvénye, jó uram. Júj! Nem sajnálom az ételt, uram, de tanuld meg. Ha másokkal egy távó leszel, hát sose nyúlj a másikéhoz. Mindig csak magad elől szedjél. Ez pedig a szerénység törvénye, nemes uraim. A lakoma után kiki tehetsége szerint gazdag ajándékkal vagy csak mestersége címerével udvarolt Mátyás színe előtt. Ki szívből, ki számításból tette a király lába elé ajándékait. Sajnállak, fiam. Nem adhatom néked azt, amit kértél. Nincs udvaromnál egyetlen oly kicsiny hivatal sem, amelynek gazdája ne volna. Hálásan köszönöm, uram királyom. Mit köszöntél meg, fiam? Hiszen semmit sem kaptál. Hogy ne kaptam volna, felséges királyom? Kaptam én felségednek jó akaró, igaz szavát. Hiszen esztendeje már, hogy biztatgatnak hivatallal könnyű nyelvű udvari emberek. Most már azonban tudom, hogy nem nyervén hivatalt, máshol kell szolgálatot keresnem. Szabad hely valóban nincs. De az őszintén becsületes emberből sohasem elég egy uralkodó körül. Titkárom leendez, ifjú. A délvidék főkapitánya Kinizsi Pál. Hé, kinek köszöngetsz annyit, palkófia? Azt mondták nékem, nagy jó uram, hogy itt még a falnak is füle vagyok. Gondoltam, nem árt megnyerni jó indulatukat, mielőtt kihallgatásra jövök hozzád. De elébb fogadd el a 3 zsák bánáti lisztet, jeleként annak, hogy nyugton a török, és így molnárkodhat a főkapitány. Köszönöm a hírt is, meg az ajándékod is, és bár nem szívesen teszem, ki kell mozdítsalak a békés foglalatosságból. Követségbe mégy a törökhöz. Már is indulok, uram, ha kívánod, de mi lesz a végekkel, ha az én fejemet is leütteti a szultán, mint annyi más követi? 30 000 török fejet vágatok le Kinizsi feje helyébe. Tisztes mennyiség! De attól tartok, hogy a 30 000 fej közül egy sem fog úgy illeni Palkó nyakára, mint ez a mostani. Ha az utókor szobrot állítand néked,
malomkövön tartasz egy csupor vizet királyod kínálván, vagy két karddal lenc, mint a kenyérmezei csatában. De hogy eszed hogyan mintázza kőbe a jövő mestere? Majd felrója az betűkkel. Igaz is. Hát te, Márció, nagy hírű talján krónikásom. De mivel örvendezteted meg vízkeresztkor a király? Szegény vagyok, uram. Csak-e történeteket, és ezt a festékes lúdtollat adhatom néked, ha meg nem sértelek véle. Te ne tudnád, Márció, hogy nincs különb ajándék írásaidnak. Fogad e színaranytollad becsülésem jelén. Hiszen ez a kicsiny szerszám erősebb akarnál, hosszabb az emberi életnél. Mi már rég porrá leszünk, amikor soraid még mindig hirdetik és megítéltetik életünket és tetteinket. Legyen hát becsülete a tollnak, amely az idő földjét szántja, és tanúskodik a jövendő előtt.